Elbúcsúztattuk az új évet, a 2019-es esztendőt, és átléptünk 2020-ba. Ilyenkor egy polgármester mindig átgondolja, hogy mit sikerült az előző esztendőbe megvalósítani, és hát mik azok a feladatok, amelyeket az új évben el kell végezni. Egy önkormányzattól, egy képviselőtestülettel, egy polgármestertől a lakosság két dolgot vár el elsősorban. Az, hogy a településen az önkormányzatnak előírt kötelező feladatokat elvégezzék, illetve különböző fejlesztéseket hajtsanak végre. Hát a tavalyi évek kapcsolatban örömmel jelenthetem, hogy a kötelező feladatainkat maradéktalanul elvégeztük, az intézményeinket gond nélkül tudtuk működtetni, és hát egy csomó fejlesztésen is túl vagyunk már. Ezek közül egy néhányat említenék csak. Az egyik legfontosabb, hogy sikerült befejezni és átadni az önkormányzat hivatalát, amelyet teljes egészében felújítottunk és átalakítottunk. Ez az épület az 50-es években épült, és hát nyilván a kor követelményeinek már nem felelt meg. Most viszont a kollégáim, a közisztviselők egy olyan intézménybe, hivatalba dolgozhatnak, amely a 21. század minden követelményének úgy gondolom, hogy megfelel. Ezen kívül sikerült befejezni és átadni a csapadékvízelző csatorna 4. ütemét. Befejeztük, ezt 90 millió forintból építettünk több mint 2 kilométer csatornát. Így elmondható, hogy gyakorlatilag a település teljes egészében lefedett ilyen tekintetbe. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk már évek óta a beltleti útjaink felújítására. Tavaly is sikerült 2 felújítani, 2 utcát, és ezt a munkát majd szeretnénk tovább folytatni 2020-ban is. Ezen kívül még 2 beruházást említenék. Mind a kettő a sportpályán valósult meg. Szintén pályázati forrásból egy műfüves focipályát sikerült építenünk palánkkal, védőhálóval, kivilágítással. Ez azt jelenti, hogy a lakosság éjjel-nappal tud sportolni, hogyha erre van kedve. Ezen kívül elkészült ősszel a kültéri fitnessparkunk, amelyet szintén egy LEADER programnak köszönhetően tudtunk megvalósítani. Ez is kivilágított, tehát itt is lehet sportolni. És hát az új esztendő, említettem, hogy tavaly 2 utcát sikerült új aszfalt borítással ellátni. Ezt szeretnénk folytatni 2020-ban is. Nyertünk rá 32 millió forintos forrást, és tavasszal szeretnénk újabb 3 utcát felújítani. Ezt nagyon fontos feladatunknak tartjuk, mert Csorospáson minden beltleti út aszfaltozott ugyan, de mivel a 90-es években épültek ezek az utak, így nagyon rájuk firmára a felújítás. Aztán a másik nagy falat, nyertünk 117 millió forintot beltleti kerékpárút építésre. Ennek a tervei tavaly elkészültek, most január közepén szeretnénk kiírni a közbeszerzést, ami azt jelenti, hogy keressük a kivitelezőt. Én bízom benne, hogy valamikor a nyáron, legkésőbb a nyáron ez a több mint 1 kilométeres beltöleti kerékpár útszakasz meg fog épülni. És hát nagyon fontos feladatunknak tartjuk a bölcsőde építést. Erre is nyertünk több mint 60 millió forintot. Nálunk eddig ilyen intézmény nem működött, ez egy teljesen új dolog lesz, és ennek a közbeszerzése is hamarosan kiírásra kerül, és hát bízunk benne, hogy találunk majd megfelelő kivitelezőt erre a feladatra is. Ezen kívül még egy utolsó fejlesztés, ami szintén fontos. Néhány éve bővítettük az óvodánkat,
és most viszont nyertünk 30 millió forintot arra, hogy fölítsuk a régi szakaszt, régi szárnyat. Ez egy nyári feladat lesz, hiszen nyáron nincs óvoda, akkor tudjuk ezt majd megoldani. És hát ugye beszéltem a fejlesztésekről, hogy miket csináltunk és mit szeretnénk. Ugyanilyen fontos legalább a közösségi élet szervezése a településen. Erre is nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt években is, és ez a célunk a jövőben is. Van egy mondás, amit sokszor hangoztattam már. Nagyon fontosak a fejlesztések, de közösségi életet betonnal, aszfalttal és téglával nem lehet építeni. Közösségi életet csak közösségi rendezvényekkel lehet építeni, ugyanis azért kellenek a közösségi rendezvények, hogy az emberek el tudjanak jönni, és ott egymással tudjanak beszélgetni, megismerjék egymás gondolatait, ehhez viszont szervezni kell ilyen eseményeket. És hát annál is izgalmasabb ez a téma most Csorospáloson, mert a falunk ebben az esztendőben ünnepli a 75. születésnapját. Ez július 1-én lesz, és készülünk egy nagyszabású rendezvénnyel, amelyen méltóképpen tudunk megemlékezni azokra, akik ezt a települést anno megalapították. Én bízom abban, hogy az imént felvázolt elképzelések megvalósulása kerülnek ebbe az esztendőbe, és legalább hasonlóan sikeres évet zárunk, mint amin a 2019-es volt.